A Kakasdon történt döbbenetes előzés sorozatot a középen haladó autó fedélzeti kamerája hátul és elől is rögzítette. Ezért a férfi elszámoltatása is könnyebb volt. A felvétel alapján a Bonyhádi rendőrkapitányságon indult szabálysértési eljárás egy pécsi férfival szemben, aki alapvetően nem az előzés ténye miatt került bajba, hanem azért, mert szabálytalanul egy kijelölt gyalogos átkelőhely közelében előzött meg három járművet úgy, hogy a gyalogos átkelőhelyen is folytatta az előzést, és csak az előtte elsőként éppen forgalmi jogból megálló autós lélek jelenlétén múlt az, hogy nem történt baleset. Ugyanis az elől haladó autó balra szeretett volna kanyarodni, melyet már jelzett is. A furgonos ezt figyelmen kívül hagyta és megelőzte a járműveket. A férfival szemben indult eljárás során a bonyhádi rendőrök őt pénzbírsággal sújtották, illetve 3 hónapra eltiltották a járművezetésétől, azonban ezt nem fogadta el és bírósághoz fordult. A bíróság azonban a rendőröknek adott igazat és elfogadta a korábban hozott döntésüket, így a férfi 3 hónapig biztosan nem ülhet majd autóba a volán mögé. A rendőrség mindig kéri a vezetőket, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat, hiszen ezek az ő érdekeiket szolgálják, az ő védelmükért vannak. Mégis mindig van valaki, aki nem törődve saját és mások testi épségével figyelmen kívül hagyja a kressz szabályokat. Pedig, ha mindenki betartaná őket, valószínűleg jóval kevesebb baleset történne.